kiváltja? Nem. De gondolja, hogy eszembe jutott megtenni egy ilyen hosszú utat bármiért. Ide nézzen, hopp, ez micsoda? Hoppá, úgy tűnik, hogy zálogba adtam az állom cédulámat. Nem, ez nem az, ide nézzen. Hopp. Ha, ez micsoda? Ceruzacsonk. Magának. Ez csupán egy jelentéktelen ceruzacsonk, de egy percig megintje. Ez a kis ceruzacsonk tett azzal, ami vagyok. Ez segített hozzá, hogy megtaláljam a helyemet az életben. Az elején bejött már az, amikor elkezdtünk ezen dolgozni, hogy valamilyen módon a narráció, az önnarrálás az a forma része lesz. És akkor az, hogy ez egy ilyen külső-belső utazás, a kamera az mennyire tud szubjektív valóságot, egy objektív, viszonylag objektív valóság mellett megmutatni, ez egy érdekes játéknak tűnt. És akkor már mentén kezdtük el a díszletet is úgy kitalálni, hogy hogy lehet ez egy olyan színházi élő filmes formanyelv, ami az egész koncepciónak a szolgálatába tud állni, tehát viszonylag korán jött ez az ötlet. Majd maga tényleg egyre szégyellős, vagy csak játszak? Ja, ez hagyja abba, mert unalmas. A szégyellős férfiak mindent tett unalmasnak, semmit nem segítenek, mindent nekünk kell kimondani. Most például óvatosan a combomra tettem kezét. Ezt mondjuk magától is kitalálhatta volna, nem igaz? Ez nagyon izgalmas volt, főleg a kamera miatt, illetve ami külön bonyodalmat okoz, hogy kívülről talán nem látszik, de talán az átváltozásoknál leginkább, hogy nagyon sok kábelt kell kerülgetni, húzogatni, visszadugogatni, biztosan bedugtuk-e, biztosan egyik kábel a másik alatt fut, és nem fölötte, mert akkor megakadunk. Rendkívül bonyolult, és nagyon nagy odafigyelést és összhangot kíván mindannyiunk között. Számomra nagyon izgalmas, azért, mert nekem nagyon kevés jelenlétem van az előadásban magában, viszont háttérben nagyon sok mindent kell egyszerre kézben tartani. Nem volt! Marha sült, és egy korsó sör! Fejéhes! Ez is lecsúszik, gondolom. És lecsúszik! Mi lehet az 50 öre. Ez is összeg! Elég erősen azonosságot érzünk különböző pillanatokban, pontokban Pedersennel, vagy a főszereplőnkkel, illetve ismerjük szegről végről azokat a helyzeteket, amikbe ő kerül. Nem is feltétlenül, mint alkotó ember, hanem talán így a mai világban valahogy a szabad akarat, vagy a szabadon gondolkodás, a kreativitás, az önmegvalósítás, az önigazolás, az én kép, az én ismerete, az hát valahogy ilyen üldözötté kezd válni. És ezért szerintem nagyon sok mindenről beszélünk ezáltal. Kiáltunk is, vallunk is, nevettetünk is, sírunk is. Parancsnok nagy reményeket fűz magához, de a slendrián munkát nem értékeli. Nagy reményeket, meg ne hatódjon itt nekem magától. Jó, nézzen, és akkor ehhez mit szól? Egész éjjel ezen dolgoztam. Akkor aludjon rá még egyet. Nézzen körül. Ezt látja. Ebben élünk. Ilyen a jelen. Volt egy rossz álma, de az életben ilyen nyomorúságos. És különben is ki akarna ilyet olvasni. Írjon valami reménykel többet. És főleg ne hereskedjen, ne ezt a parancsnok utálja. Mindig azt mondtuk, hogy van egy közös őrangyalunk. Tényleg ezt mondtuk. A mi közös angyalunk. Mi mindent megosztottunk. Mindig dupla adag szendvicset vittem, mert neki sosem volt. A csillámos rúzsomat is megosztottuk, a polisz parfümöt is. Akkor miért pont az angyalt ne? Végül is, ha angyal, mindkettőnkre kell tudjon vigyázni. Egyrészt ugye ez az akkori harmadéves stúdiónak az előadása volt, ezt egy táborban csináltuk. Tulajdonképpen egy hét alatt raktuk össze, és kicsit ilyen dogmaszerű volt egyből az alapállása a dolognak, mert hogy kb. Az előkészületek is nagyjából egybeestek a szérevitellel, szóval ezt közben írtuk, közben találódott ki az egész. Néha jó ilyen sűrű periódusokat megélni.
És hát az volt, hogy a szöveg tartalmazott kulcsokat igazából a formához. Tehát van ez a rész, hogy a főszereplő nővére mondja azt, hogy ha meg akarod tudni, hogy milyen az a világ, ahová a halálod után kerülsz, akkor rakj szembe két tükröt egymással, és akkor létrejön egy ilyen végtelen, ezt már nem mondja hozzá, de hogy ez ebből aztán nekem beugrott ez a digitális végtelen. Kíváncsi voltam, hogy mit fog még ezt mondani, ez a fura pasi. Visszamentem az autóhoz, odaadtam neki a kék öngyújtót. És hogy mi fog még történni azon az éjjel? Rágyújtott. Visszajött egy gyújtóval. Beindítottam az autót. Rágyújtottam. És elindultunk. Beindította az autó. Kifelé a városból. És elindultunk. Ránéztem. Cigiztem és néztem, hogy úsznak el mellettünk a házak, fák és dombok. Cigizett és olyan szép volt. A Bönöcki Művelődési Házban próbáltuk, és a helyszín hívta azt a megoldási formát, hogy ott is volt egy ilyen kerek lámpa a falon, és hogy abba belekamerázva a projektor képén keresztül olyan, mintha tulajdonképpen egy fejgépet irányítana a kamerát vezető fiatal, és azt például azt így mentettük át, hogy amikor Vönöckről átkerült Celdömölkre a darab, akkor tulajdonképpen megépítettük díszletnek a Vönöcki Művelődési Ház falát a lámpával. Tehát, hogy ilyen módon is építkezett egymásból tulajdonképpen a tér, a csapat, időpillanat, forma. Nekem nem esik rosszul, hogy nem fogok férjhez menni. A férjezetnők mindig bőrpénztárcát hordanak, mosópor illatúak és gyakran sírnak. Legtöbbször a budiban sírnak, hogy ne hallja őket senki. De néha már nem bírják visszatartani, és akkor a buszmegállóban is sírnak. A buszmegálló azért van, hogy a buszra várj, nem azért, hogy ott zokogj. Azért tartom ezt egy jó vizsga anyagnak, mert egyrészt nagyon komplex színházi nyelvet használ, sok irányú figyelmet, de a srácok mégis tudnak ezen keresztül valami alanyiságot is megmutatni, és közben meg technikailag is észnél kell lenni, meg némi operatőri készségre is szert tenni, mert ugye váltják egymást folyamatosan, és mindenki operatőr is. De alapvetően azt hiszem többnyire az én képeim voltak. Minden este különféle dolgokat képzeltem el. Például elképzeltem, hogy idősek vagyunk, Robert meg én. Olyan 40 körüliek. Egy tengerparti házban lakunk. A konyhában piros a padlócsempe. Reggel az erkélyen isszuk a teljes kávét. Aztán néha elszégyeltem magam. Vajon Robert mit hinne, ha megtudná, hogy én mikről képzelgek?